A bocsári Hertelendi kastélyban korábban elmegyógyintézetet is működtettek, de most már rendeltetése lesz, ehhez a tartományi kormány is hozzájárult. A felújítást követően az objektumban oktatás folyik majd, jelentette ki Nedeljko Kovácsevics, a tartományi nagyberuházási igazgatóság igazgatója. Rozpisali smo novi tender za projektovanje. Emiatt a tervdokumentáció kidolgozására vonatkozóan újból közbeszerzést írtunk ki, hiszen az épület a gyerekek javát szolgálja majd. A terv kidolgozásának határideje 140 nap, amely után pontosan tudjuk a beruházásra szükséges összköltséget. Tervünk, hogy az épületen már korábban megkezdett felújításokat folytassuk, ugyanakkor a komplexumot új helyiségekkel bővítsük. A dokumentáció elkészítésére 15 millió dináros keretösszeget hagytunk jóvá, azonban ezt kevesebb összegét dolgozzák ki. Köztudott, hogy a kastélyban 2005-ig elmegyógyintézet működött, majd pedig megkezdődtek a tatarozási munkálatok, de nem fejeződtek be. Törökbecse önkormányzata azóta kezdeményezte, a tartományi kormány pedig Igor Mirovicsal az élen, indítványozta, hogy a tartományi nagyberuházási igazgatóság támogatásával fejezzük be a Hertelendi kastély felújítását. Pokrajinska vlada na čelu sa gospodinom Mirovićem preko uprave za kapitalna ulaganja da to privedemo kraju. 2011-ig a kastélyt teljesen elhanyagolták. Most a tartományi kormány az indítványt elfogadta, a felújításra vonatkozó tervdokumentáció elkészülhet, jegyezte meg Sasa Maksimović, Törökbecse község elnöke. A tervdokumentáció kidolgozását követően február közepén kiírjuk a munkálatok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzést, amelyre az építkezési cégek március közepéig pályázhatnak. Ezt követően a munkálatok legkésőbb jövő év májusában elkezdődnek. Örülünk, hogy a Törökbecsétől 25 kilométerre fekvő település, valamikor impozáns kastélya új arculatot kap, és az itt lévő oktatási központban az óvodások, valamint az alsós kisdiákok jól érzik majd magukat. A felújítás folytatásáról és annak befejezéséről a törökbecseiek is hallottak. Josimović Lídia szemtanúja volt annak, ahogyan a Hertelendi kastély szinte rommá változott. Nagyon ritkán járok arra, de volt alkalmam 3 év ezelőtt járni arra, és láttam a létesítményt, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van, tehát mondhatom azt a szabadon, hogy romokról beszélünk. Mostan viszont hallottam egy barátnőmtől, pont egy nap beszélgettünk az utcán, és kérdezte, hogy Lídia hallotta, de mondom, hogy nem, de nagyon örülök. Azt, hogy ismét feltárult az a kérdés, hogy egy iskolát szeretnének nyitni, és a helyi önkormányzat tudtával, ő valakitől hallotta, a helyi önkormányzat azon dolgozik, és már folyamatban is van egy komoly megbeszélés, hogy ismét folytatódnak a munkálatok, vagyis a tatarozás a létesítményen. És ezért nagyon örülök, mint polgár, hiszen ez egy történelmi létesítmény, és nagyon kár lenne, nagyon nagy kár lenne, hogyha egy ilyen létesítményt ott hagynánk. A bocsári Hertelendi kastély felújításának műszaki tervdokumentációját mintegy 9 millió dinárért egy újvidéki vállalat dolgozza ki, ezért a szerződést a cég képviselője is megerősítette aláírásával.